Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket. Én pedig most hátulról visszafele az adás kronológiáját, hátulról visszafele az eleje irányába fogom megközelíteni. Tehát mindaz, amiről mondjuk Vágó Gábor, az LMP képviselője beszél, mindaz, amit majd kérdezni fogok a GKI vezetőjétől, Vértes Andrástól, vagy mindaz, amit a szocialisták mondanak a gazdasággal, az adóemeléssel, a bérek csökkenésével kapcsolatban. No, mindaz az adás elején lévő témánk, a közvélemény kutatási adatok egy markáns meghatározója. Mert hogy igazából nem az ellenzéki pártok, tehát a kormány gazdaságpolitikája nem az ellenzéki pártok felé tolják a választókat, hanem a bizonytalanok táborába. Egyre többen érzik úgy, hogy kiábrándultak a politikából. Závesz Tibor a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mert hogy a számok ezt mutatják, a pártok nem nagyon profitálnak igazából a kormányzat gazdaságpolitikájának hangoztatott hibáiból, az ellenzéki pártok nem profitálnak, a kormánypártok nem tudják mondjuk egy sikeres nemzetközi gyarmatosítás elhárítása után a választókat maguk mellé nagyon jelentősen oda csábítani. A bizonytalanok azok, akik egyre többen vannak. Ez meglehetősen szokatlan tendencia. Azért itt jó néhány választás utáni helyzetet megéltünk már Magyarországon, és mindig az volt a jellemző, hogy a ciklus közepe táján már volt egy ellenzéki párt, amelyik vezette a pártoknak a rangsorát. Hát ezt most nem láthatjuk, tehát az elmúlt két év az úgy telt el, hogy tulajdonképpen egyik ellenzéki párt sem tudott semmit hozni abból a veszteségből, amit a Fidesz elszenvedett, az pedig nem volt csekély. Tehát azt mondhatjuk, hogy a Fidesz tábora lefeleződött. Tehát az a 2,7 milliós szavazótábor, amelyik a legutolsó választáson odavoksolt, az mára 1,3 milliós körülbelül. Tehát ebből az 1,4 millió elvándorlóból lehetett volna összeszedni szavazókat az ellenzéki pártoknak. Úgy tűnik, hogy nem sikerült olyan alternatívákat megnyitnia, megmutatnia, amely a választók számára vonzóvá tette volna őket. Ideig óráig látunk egy-két százalékponnyi emelkedést, de a jellemző azért az, hogy ez a hatalmas tömeg, a bizonytalanok pártoktól távolságot tartók, mostanában ezt a kifejezést használjuk, tömege, az nagyon nagy, és ez a legnagyobb és nagyon markáns. Miért ezt a kifejezést használják? Kettő között mi a különbség? Mert a bizonytalanok az csak egy részét teszi ki a pártoktól távolságot tartóknak. Azokat az embereket szoktuk bizonytalannak nevezni, vagy szeretnénk legalábbis, ha így lenne, akik nem rendelkeznek pártreferenciával azért, mert nem találnak, hezitálnak, aktivitásuk valamekkora van. Tehát nem arról szól feltétlenül, hogy az ő pozíciójuk, hogy olyan nagyon utálnák a pártokat, nem találnak megfelelőt. Egy másik csoportja ezeknek a pártoktól távolságot tartóknak a passzívak, azok az emberek, akik már eljutottak abba a helyzetbe, egyáltalán nem akarnak a politikával foglalkozni. Hát most 23-24%-nyian vannak, tehát a társadalomnak szűk egynegyedére azt lehet mondani, hogy a politika számára menthetetlen. Tehát nem hiszem, hogy a következő két év az úgy telik el, hogy belőlük sikerülne valamit elhozniuk a pártonak. A harmadik csoport pedig a titkolózók, rejtőzködők, azok az emberek, akiknek van, de valamilyen okfolytán ezeket a preferenciákat elrejtik. Félelemből, nem tudom én, ezt honnan tudják, hogy ők hányan vannak? Azt onnan tudjuk, hogy a válasz lehetőségek között szerepel egy olyan, hogy nem van preferenciám, de nem akarom megmondani a közvéleménykutatás során. Hát az a nagy feladat a közvéleménykutatóknak ilyenkor, hogy megpróbálják őket valahogy mégis a két nagy oldal között legalább elhelyezni. Egy választási előrejelzésnek ez a legnagyobb kihívása. Hát, de most nincs választás előrejelzés. Az még nincs. Na nézzük az első táblát, a szokásos. Ha most vasárnap lennének a választások, akkor ön kire szavazna? Ez ugye az összes választókorú körében végzett számítás, és már ezt megtanultuk önöktől, hogy azt érdemes nézni mostanság. 16-12-9-4-2-2 és 54%. Hát ezt majd a következő ábrán fogjuk látni tendenciájában az elmúlt három hónapot. Azért, ha ránézünk egy pillanatra, az 54%-os rettenetesen hosszú oszlopot láthatjuk, tehát a magyar társadalomnak a többsége jelenleg nem választ magának pártot, 46%-nyian találnak, ebből továbbra is ugye a Fidesz vezet. Amiről eddig beszéltünk, már pedig az, hogy az ellenzéki pártok nem tudtak profitálni, ez az ábra ékesen bizonyítja, hiszen ha összeadogatjuk itt az ellenzéki pártoknak a támogatottságát, akkor is
hát egy legalábbis a Jobbikot ugye kivéve, mert a többit szokták összeadni, akkor éppen, hogy túljutunk a Fideszén. Tehát még együtt sem, matematikailag együtt sem haladják meg sokkal a Fidesz támogatottságát. Fidesz stabilan vezet, itt 4% ponnyi különbség, az egy stabil vezetés. Hát, hogyha a demokratikus ellenzéki pártoknak az összes választókörű szavazatát összeadjuk, tehát az MSZP 12-jét, az LMP 4, a DK 2-jét, akkor az már meghaladja a Fidesz támogatottságát. Hogy nem sokkal haladja meg, és statisztikai értelemben a 18-16 az éppen azon a határon van, tehát a demokratikusnak minősíthető ellenzéki pártok és kontra a Fidesz támogatottsága, az azon a határon van ez a különbség, amiről hát statisztikailag talán érdemes már említést tenni, de ez nem egy stabil összeg, arról meg ne is beszéljünk, hogy ezeket a szavazatokat ugye nem lehet összeadni. Nem, mert... persze, világos. Na nézzük a 3 hónap tendenciáját, mert eleve a választás, vagyis hát az ilyen felmérés adatokat és számokat úgy érdemes megnéznünk, hogy hogyan alakultak az elmúlt hónapokban. Pici mozgás, tehát ez mind a statisztikai hiba határon belüli mozgás, bár mondjuk, hogyha azt nézzük, hogy honnan indult és hova jutott, tehát még a Fidesznél a 19-16, akkor azt már mondhatjuk, hogy na, az már egy 3% fontos változásnak tekinthető, a többi azért, hát... Az benne volt egy elmúlt márciusra, áprilisra egy növekedés, az is említésre érdemes. A Fideszről azért még, ha látnánk itt az előző 3 hónapot, meg előző 3 hónapot, akkor azt az érdekes görbét rajzolhatnánk meg, hogy a Fidesz növelte a támogatottságát az évelején, és ezt a növekményt, ezt a 3% pontot szépen el is veszítette az elmúlt időszakban. Tehát nagyjából ugyanott tart, ahol a múlt év végén. Tehát egy pillanatnyi föllángolás volt, úgy tűnik, a szavazókban, hát ez az úgynevezett szabadságharcnak volt egy talán leképeződése, de ez sem tart a végtelenségig, mint látszik. Tehát január, mert, hogy, február, márciusban 3%-ot szerzett. Pont így van, szerzett, és aztán ezt elveszett. Kettőt vesztett. Kettőt vesztett, és most még egyet, így összességében 3-at. Tehát a Fidesz tulajdonképpen azt a töbletet, amit ezzel az úgynevezett gazdasági szabadságharc címkéjével be tudott hozni a bizonytalanokból, olyan ex-fideszesekből, akik egyébként vannak szép számban, akik nem fordultak még szembe a kormánypárttal, ezt most elvesztette. Itt azért fontos azt tényleg elmondani, hogy ennek az 1,4 millió elvándorló fideszesnek körülbelül az egy negyede az olyannyira elment a Fidesztől, hogy már ezt a pártot nevezi meg olyannak, amelyikre biztos, hogy nem fog szavazni a következő választáson. Tehát egy hihetetlenül nagy elvándorlás volt, ez körülbelül olyan 300-400 ezer ember, de a Fidesznek még mindig van 1 millió olyan ex-támogatója, aki nem zárja ki azt, hogy esetleg a Fideszhez visszamenjen, bár a mi számításaink szerint ebből az 1 millióból körülbelül 300 ezernyi olyan van, aki akár a közeljövőben is visszamehet, de a többiek nem. Tehát azért a többséget eléggé megsértette a Fidesz, tehát elég messzire eltávolodott. Na nézzük azt, hogy hát ugye a bizonytalanok száma, vagy a pártoktól távolságot tartók száma nagyon magas, hogy vajon ebből a pártoktól távolságot tartókból tud-e tartalékot képezni, vagy van-e tartaléka a Fidesznek, az MSZP-nek, tehát honnan? Most a Fidesz már említette, hogy azért van 3-400 ezer ember, aki nagyon masszívan, már vissza nem szerezhetőnek tűnik, de akkor mi van a többiekkel? A szocialista pártnak is vannak itt hát potenciális tartalékai, mégpedig olyan embereket próbáltunk az adatbázisunkban keresni, akik nem zárják ki azt ebből a pártoktól távolságot tartók csoportjából, hogy az MSZP-re szavazzanak, tehát ezt nem zárják ki, sőt, ez kevés ahhoz, hogy potenciális tartaléknak tekintsük. Azt is megvizsgáltuk, hogy baloldalinak vagy jobboldalinak minősítik magukat, akik baloldalinak, és még mondjuk Mesterházi Attiláról és az MSZP politikusairól kedvezőbb képet rajzolnak, szimpatikusabbak számukra, mint Orbán Viktor személye, azokat minősítettük esetleges szocialista támogatóknak, ők 4-500 ezeren vannak, tehát ez egy picivel több talán, mint ami a Fidesznek van. Ami a legnagyobb probléma mind a két pártnak, hogy ezek az emberek, akikről beszélünk, tehát 3-400 ezer potenciális tartalék a Fidesznél, és 4-500 ezer potenciális tartalék az MSZP-nél, rendkívül inaktívaknak tűnnek. Tehát itt nem csak azzal kell megküzdenie majd ennek a két pártnak, hogy behozza őket szavazónak, hanem még aktivizálni is kell. Tehát itt egy dupla tehertétel van a pártokon. Jelenleg... Meg kell szólítani őket. Annyira meg kell szólítani őket, hogy aktívvá váljanak, és el akarjanak menni szavazni. A jelenleg ma
Magyarországon ez az egyik legnagyobb probléma. Tehát ennek a politikai averziónak, vagy a politikai apátiának az egyik jól meghatározható és mérhető jele, hogy nagyon kevesen akarnak elmenni szavazni. És ezt egyébként visszaigazolják a minden olyan megnyilvánulás, ahol a választópolgároknak cselekedni kell, időközi választások, utcai megmozdulások, hát azért nem milliók mennek, és nem 50% feletti arányban mennek a szavazásokra, hanem mint legutóbb Dunaújvárosban 19-20%-nyian. Tehát rendkívül passzív ma a magyar társadalom. De ez nem így szokott lenni, mindig egy nem. Választás fél idejében? Tehát legalább ennél a mostani állapotnál legalább 10-15%-pontnyival többen szoktak aktívnak mutatkozni. Most körülbelül 4/10 a választópolgároknak mondja azt, hogy elmenne, szűk 4/10. Ez a választási ciklusoknak a közepén legalább 50% szokott lenni, kevesebb, mint ami a részvétel, tehát ez egy csökkenő, ez így rendben van, na de ennyivel? Uh-huh. És ezért nem nézzük soha a biztos pártválasztókat, mert ők meg ennek a 4/10-ből is még lefaragjuk azokat, akiknek nincs preferenciájuk. Tehát ma Magyarországon az úgynevezett biztos pártválasztók, amit pedig olyan jó nézegetni azokat a számokat, azok nagyobb számok, azok nincsenek egyharmadnyian. Tehát minden, tehát olyan 30% körüli arányban vannak Magyarországon azok az emberek, akiknek van... A választásra jogosultak 30%-a. Így van, akiknek van preferenciájuk is, tehát kijelöltek maguk számára egy pártot, és el is akarnak menni voksolni. Ez nagyon kevés.